Tavaly december óta kérhetik a koronavírus elleni védőoltást Magyarországon. Általában regisztrációhoz kötött a felvétele, de ezen a héten rendkívüli oltási akciót hirdetett a kormány. Most regisztráció és előzetes időpontfoglalás nélkül is kaphatnak oltást a jelentkezők a megyében, így a Józsa András Oktatókórházban is. A hét első napján elindult akció eddig sikeres, mivel többszörösére nőtt az oltakozási hajlandóság a lakosság körében. Eddig is volt érdeklődés és oltottunk folyamatosan, de azt tapasztaljuk a tegnapi nap eredményei láttán, hogy 4-szer annyian jöttek az előző napok átlagához képest, több mint 4000 oltást adtunk be. Ennek jelentős része emlékeztető harmadik oltás volt, de nagyon örülünk annak, hogy körülbelül 800-an az első oltásukat vették fel a tegnapi napon. Az oltási akcióterv célja az átoltottság további növelése és a járvány megfékezése. Azt szeretnénk, hogyha a korosztályok szerint is minél többen jönnének, a 12-18 évesek számára is ajánlott a védőoltás, és az ettől idősebbek számára is. Akik érkeznek, és már a harmadik oltásra jönnek, tehát az előzetes regisztráción túl vannak, egyszer már foglaltak időpontot, azoktól kérjük, hogy ha tehetik, akkor foglaljanak időpontot az online időpontfoglaló rendszerben, így tervezhetőbbé válik az ő oltásuk. De természetesen oltás és regisztráció nélkül is lehet érkezni bármelyik telephelyünkre oltási igényel. Ebben az esetben is hozzák magukkal a személyes okmányaikat, tajkártyájukat, illetve ha emlékeztető oltásra jönnek, az előző oltás dokumentációját. A Józsa András Oktatókórházban és a telephelyein közel 30 oltóponton napi 12 órában 8-9 fő szakdolgozóval és oltóorvossal várják az oltatlanokat, és azokat is, akik a második vagy harmadik oltásukat vennék fel. Az oltási akcióterv vasárnapig tart. A kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül várják a jelentkezőket.